Speciális botokkal, nagy zsákokba szedték a szemetet a Magyar Közút munkatársai április közepén Nyírteleken. A hulladékgyűjtés annak az akciónak volt a része, amely szerte az országban egy héten keresztül zajlott. Az állami vállalat azóta összesítette is az eredményeket, az öt nap során országosan közel 1500 helyszínen 3200 köbméternyi 650 tonnányi illegális hulladékot szedtek össze. Megyénk országos közúthálózatán pedig 784 kilométeren, mintegy 20 tonna szeméttől mentesítették a területet. A kommunális hulladék mellett építési törmelék, elektronikai hulladék, gumiabroncs, lomok és sok más egyéb is a zsákokba került. Az autóablakon kidobált szemét az országos közúthálózaton bárhol előfordulhat, de vannak visszatérő helyszínek, például parkolók és pihenők, felhagyott útszakaszok és határátkelők, ahol a hulladék összeszedését követően kis idő elmúltával ismételni kell a szemétszedést, így ez folyamatos jelenlétet követel meg tőlünk. Az összegyűjtés követően a hulladékkezelő központokba kerülnek ezek a hulladékok, így ugye nyilvánítva az erre jogosult kezelő át is veszi ezt a hulladékmennyiséget. Mint a szakember figyelmeztet, az útmenti szeméthalmok nem csak elcsúfítják és szennyezik környezetünket, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek. A mérnökségi brigádok teljes munkaidőben végezték az elszórt és jogellenesen elhelyezett hulladék eltakarítását. A munkából emellett a közfoglalkoztatottak is kivették a részüket, összesen közel 150-en a megyében. Társaságunk az útmenti területeken észlelt illegális hulladéklerakás megszüntetéséről rövid időn belül intézkedik, azonban meglátásunk szerint megyénkben az illegális hulladék elhelyezések száma folyamatosan növekszik, melynek számos okai között szerepelhet, hogy a közúton közlekedő azt látja, hogy van, aki úgyis összeszedi a kidobált hulladékot. Társaságunk a szemét összeszedésén túl igyekszik a médián át tudatni a közlekedőkkel, hogy a szemét összeszedése és elszállítása rengeteg kapacitást von el más fontos útüzemeltetési munkáinktól. A társaság a Hulladékradar nevű applikáción keresztül bejelentett illegális lerakóhelyeket is figyeli, ahonnan szintén elszállítják a szemetet. Mindenkit arra kérnek, hogy ne az utak mellett és a természetben, hanem az erre kijelölt helyeken hagyja a szemetét.